A tavalyi kiesést követően a bajnoki címet és a feljutást tűzték ki célként Balkányban. Ennek szellemében került az együttes élére Mirgai László, akivel együtt 15 új futballista is érkezett. A szakembernek nem volt sok ideje a csapatépítésre, ráadásul a Rakamaz is bejelentette igényét az elsőségre. A téli szünetben egy pont volt a Balkány előnye a riválissal szemben. Tavasszal valamennyi meccsét megnyerte a mirgai legénység, amely így 29 győzelemmel és egy döntetlennel 88 pontot szerezve végzett az élen a megyei másodosztály alukonstrukt csoportjában. Mivel csak 4 ponttal nyertük meg a bajnokságot a Rakamaz előtt, meg kellett küzdeni. Természetesen a többi csapat nem képviselt olyan erőt, mint a Rakamaz, de méltó ellenfél volt a rakamazi együttes, hiszen oda-vissza szoros meccset játszottunk, és ugye ők megnyerték végül a Magyar Kupát, mi megnyertük a bajnokságot, tehát ez is mutatja, hogy két erős csapat versengett a bajnoki címért, és hát gratulálok nekik, megragadnám az alkalmat, hiszen jelen pillanatban úgy néz ki, hogy feljutottak ők is a megye egybe, ami szerintem jó lesz a megye első osztálynak. A balkányi csapat 30 meccsen 140 gólt szerzett. Az edző szerint egy osztályon feljebb is támadó futballt akarnak játszani, bár Mirgai László is tudja, hogy a jobb ellenfelekkel szemben nehezebb lesz a dolguk. Bogdanovics rúgott 49 gólt, de én annak is örülnék, ha megye egyben vagy 12-t rúgna egy fél szezonban. De csatárposzton is erősíteni szeretnénk, illetve a széleket gyorsítani, és hát szeretnénk még a védelmet is megerősíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb meccseink lesznek természetesen, de ez a csapat megfelelő erősítéssel a megye első osztályba is meghatározó lehet. A Balkány július 1-én Szlovákiába utazik egy ráhangoló kétnapos kispályás tornára. A felkészülés július 5-én kezdődik. A tervek szerint egy hazai és egy fehérgyarmati tornán lépnek majd pályára Bogdanovicsék, akik 11 edzőmeccsen lendülhetnek formába az augusztusi bajnoki rajtig.